Kinedok elnevezésű dokumentumfilm vetítés sorozat keretében a Karácsonyi Iskola diákjai tekinthették meg az 1989 Határon című alkotást. A film bemutatását megelőző sajtóbeszélgetésen az alkotók elmondták, nagyon fontosnak tartották, hogy ezt az időszakot egy olyan szemszögből is bemutassák, ami máshol nem hozzáférhető. A dokumentumfilmben tulajdonképpen két egymással szorosan összefüggő szál fut. Az egyik az utolsó MSZMP-s miniszterelnök Németh Miklós portréja, a másik pedig egy az NDK-t elhagyni készülő fiatal pár története. Ugye Magyarországon is sok mindent elmeséltek, de Magyarországon sem volt még minden teljesen kibontva erről a történetről. A véletlennek a szerepéről kezdtünk el morfondírozni, és ebből a véletlen, a történelmi véletlenekből alakult ki aztán a magyarországi szál, a magyarországi történet. Egy cseh sztorit is kutattunk, egy romániai sztorit is kutattunk, amíg végül a legerősebbnek és a legdrámaibbnak és a legkevésbé elmeséltnek ez a magyar történet bizonyult, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a magyarországi szállat fogjuk folytatni. A Karácsonyi Gimnáziumban évek óta fontos szerepet tölt be a mozgókép kultúra és média ismeret tanítása. Az iskola vezetés ezért is döntött úgy, csatlakozik a programhoz, mert a gyerekek így olyan filmeket is láthatnak, amikhez egyébként nem férnének hozzá. Most már a történelem tanítás része. Ugye ez az időszak. Ráadásul én már láttam ezt a filmet korábban, és meglepő módon egy teljesen új szemléletet hoz, egy új helyzet, egy új nézőpontban mutatja be ugyanezt az időszakot, tehát nem a mi általunk hagyományosan megismert beállításban, hanem egy teljesen külső, ténylegesen dokumentumokkal alátámasztott, hosszas megismerést követő filmkészítési folyamat eredménye. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a gyerekek majd hogy fogják ezt megélni, hiszen zömmel azért a diákjaink fogják látni. A Karácsonyi Gimnázium a felkínált alkotásokból 8 filmet választott ki, melyeket jövő márciusig vetítenek le az intézményben.